mi egy hónap után így nagyjából már tudtuk, hogy így ebből egy komoly kapcsolat lesz. Abban is tudunk egymásnak segíteni, hogyha egymást látjuk. Nem partnerként, hanem, hanem közönségként elmegyünk és megnézzük egymást. Milyen biztosíték van arra, amikor elénk kerül egy darab, tök mindegy, hogy ismer darab vagy nem ismer, de nulláról kezdjük. És ö, minden, minden adó, ami adott a darabhoz, a rendező, a jelmeztervező, a kollégák, a partnerek, az időszak, a helyszín, az az, az esetleges, az egyszerű. Tehát nem lehet tudni, hogy abban siker lesz, nem lesz siker, működni fog, nem fog működni. Tehát minden minden bizonytalan, ami szerintem egy nagyon izgi dolog. Néha az az érzésem, hogy így, hogy így elvégzem a munkámat, és örülök, ha szeretik, de hogy ö, csendre van szükségem. Azt is éreztem, ami, ami nagyon fontos szerintem, hogy ebben a mi kis maré, maréknyi szakmánkban van egyfajta... Ö, figyelés is, összefogás is. Üdvözlöm Önöket, Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna, akik, ne, ha jól olvastam, nem házastársak, hanem élettársak. Nem, de. de most már házastársak? Wikipédián az volt, hogy most? nem, nem így csináljuk a Wikipédia Nem volt frissítve, valóban. Én nem tudom. Én is nemrég nem néztem meg. És akkor meg. mi <laughs> Pandémia kellős közepén COVID. igazából. Igen. Akkor házasodtunk össze, és az üremkösségbe. Ürömön, igen. Ott Na. volt hely. Szóval, hogy színészek amúgy, színészek amúgy mindketten, és hát egy olvasó próba előtt, ugye Barna Katona József Színház, jó régóta, Marosvásárhelyen volt, vagy kilenc évig színész, Eszter pedig ugye végzett itt Pesten, Novák Eszternél, ha már Eszternél tartunk meg a Sert Tamásnál, és akkor volt neki mindenféle centrál színháztól a nemzeti színházi, és aztán mindketten játszottak hú de nagy hősöket, Barna volt például Otello Bánkbán, Eszter volt Szent Johanna, vagy Ármány és Szerelemben Lújza. és azt is olvastam, az remélem igaz, hogy szombat helyen egy olvasópróba előtt, ti egymásra néztetek, hosszan kezet fog, hosszabban, mint az átlag kezet fogtatok a bemutatkozáskor, és kész szerelem első látásra, nincs mese. Így volt. Így volt, igen, igen, szépen, szépen, ilyen jó, jó dolgokra emlékszem, ilyen pontosan emlékszel. Tényleg így volt, hogy, hogy ez, ez nem legenda, tényleg így egymásra De aztán... akkor próbáld ezt elmesélni, hogy jött az Eszter, majd egy fordítva Eszter, te, ahogy a kötöknek jól esik, hogy ez hogy volt? Hogy áltatok jöttetek, ugye Eszter ott voltak, téged Alfredi Robert meghívott egy vendégszerepre. Hát igen, azért, azért volt hosszabban tartva ez a készfogás, mert akkor történt valami. Mert ugye én, mivel akkor érkeztem, és én voltam a meghívott vendég, vagy a művész vendég, ez az, az MV típusú ember, úgy, így, nyilván nem ismertem senkit, és körbe kellett, bemutatkozni kellett, meg gyorsan mindenkivel kezet fogni, és akkor Eszterrel valóban többet tartott ez az egymásra nézés, mert ott úgy emlékszünk mindketten, hogy akkor valami történt, hogy egy... Nem persze, hát az is történt nyilván, hogy, hogy partnerek voltunk, tehát nagyjából a, Hát ugye te a igen. a Makrancos ő tehát két főszereplő. Tehát a történetet azt nagyjából tudtuk nyilván, azt nem tudtuk, hogy az Alföldi mit fog ebből rendezni, de azt azért az alapszituációt tudtuk, hogy, hogy ebből mi lesz. Biztos az is benne volt, hogy, hogy lássam csak ki ez a makrancoskata, kata, és biztos ő is nézett úgy rám, hogy ki lesz ez a megszelidítő. Hát mert nekem Kió. a vonattól, hogy kiderült, hogy ő, és bárki kérdezte, hogy mit játszunk, mi, mi lesz, és akkor mondtam, hogy ez a ványai kelemen barnát hívták meg. Úristen, úristen, és mindenki is már annyira elegem volt, hogy... Neked nem volt, vagy ki? Nem, jön. én nem ismer, nem tudtam róla. Hát utána néztem, ez... hogy úristen, milyen fantasztikus, úristen, úristen isten, ez milyen fantasztik. mondtad, És már elegem mik? volt, hogy jó van, most már azért értem, hogy ide jön az Isten, de hát azért ne homoljunk már a lábai elé. Tehát, hogy már idegesített ez, és akkor bejöttem. És akkor tényleg Istennek? Hát nem Istenként nem biztos, isten, dehogy de is egy de ilyen megvert kutyaként. de nem nem. Nem. Nagyon izgultam. Biztos, hogy nem egy ilyen Isten státuszban. Nem, nem Isten státuszban nem, nem, jött be, hanem mindenki azt mondta, hogy egy elképesztő. hogy ő a fantasztikus, én voltam az, hogy jó, azért már nem misztifikáljuk túl a dolgot, de biztos, hogy ember, hát azért... Na, naptól... jó, de, jó, de, most függetlenül attól a színészetétől azért olyan van, hogy egy nő meglát egy pasit, Persze, és ott akkor húha. Igen, én nekem is, tehát onnan, onnan, van a nullakő nálunk, szerintem. <laughs> tehát, hogy, hogy, nekem is volt, nem, nem, is olyan régen, hogy iráni konferencia Gyulán, ugye ez egy sebsi előadás, és kijött Mátrai László, és én öt ott álltam egy 17 éves lányjal, meg a mamájával, és bemutattam a mátrait, és a 17 éves, a, ö, ilyen lett. Tehát, hogy kapásból 17 évesen, pedig van köztük korskülönbség rendesen, de így lemerevedett, és láttam, hogy rögtön a belebolodult. Uh -huh. Mondjuk hogy látta lehet. azt, ő aztán hú, de Igen. Na jó csaja is van azért a szóval töröki és a is. Igen. Nagyon. Át... Szóval? So well, hát igen, ez ez így és volt. Aztán, hogy volt tovább? Aztán tovább úgy volt, hogy elkezdtünk szépen együtt próbálni, és akkor mindketten ilyen, ilyen dumálósak vagyunk, vagy ilyen, így szeretjük így kibeszélni ezeket a, a prób, próbán történt tapasztalatokat. És akkor esténként, amint vége volt a próbának, akkor sokszor azt vettem észre, vagy azt vettük észre, hogy, hogy már csak ketten vagyunk, és ketten osztjuk az észt a, 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 a darabról, vagy, vagy egyáltalán a helyzetről, amit, amit, éppen próbáltunk. Úgyhogy így igazából így nagyon, nagyon gyorsan megtörtént ez a... Hát utána persze mindenféléről beszéltünk, szóval azért... Bele. Hát elkezdtünk működni. Amúgy szombathelyen az is azért az nagyon-nagyon jó volt, hogy a Vlahóban, azért mondom, hogy a Blahovról nevezték el a, a, fönt ilyen színészbüfét, ott, ott azért nagyon pesgő élet volt. Hát ott mi, mi, mi nagyon összejártunk, és, és, minden előadás, meg próbák után, tehát ott, ott, ott egy ilyen nagyon összekapaszkodó csapat volt, de hogy Barna ebbe abszolút belepasszolt. Szóval, és, 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 onnantól mi elkezdtünk nagyon működni. Tehát nem csak a szakmailag kezdtünk el egy nyelvet beszélni, hanem mindenfélével, minden, minden más területen. Na, és, és akkor azt tudható, hogy, hogy tulajdonképpen még meg se volt a bemutató, de Jódan Tamás már felajánlotta neked, hogy na hát akkor netán a következő évattól te legyél a tag. Kérte ajtók három hónap gondolkodási időt. Igen, erre persze szükségem volt, mert akkor a meglepetés volt ez, hogy így. Hát tulajdonképpen az életemet, az addig életemet is fel kellett adni. hogy nekem át kellett költözni, mindenestől átgondolni az életemet. Úgyhogy erre nyilván idő kellett, és nagy segítségemre volt Eszter, aki nagyon jó módszerrel leültetett, és leírtuk a pró és kontra. De az igaz, hogy egy éjszaka egyszerűen te mondtad neked neki, hogy. Hát én azt mondtam, hogy nem, én nem. Szóval azt, azt nem tudtuk, hogy hogy fogjuk folytatni együtt, de hogy együtt akartuk folytatni, de hogy ez milyen formában vagy hol. Ugye ő kapott egy felkérést, és akkor én mondtam, hogy, hogy én nem akarok ebbe. Egyrészt friss volt a dolog, nem akarok megmondó ember lenni, de vegyünk elő egy papírt, és akkor tényleg írjuk le, hogy mi az, ami, ami előnye és mi hátránya ennek a dolognak. Mik a vágyak, mik a jó érzések, rossz érzések, és akkor és akkor lesz egy, egy ezt át lehet látni, és akkor úgy könnyen. És akkor dönt. mi volt a pro és kontra? Hát, fehéren, feketén lehetett látni tulajdonképpen, hogy jönnöm kell. Tehát olyan kérdéseket tett fel az Eszter, amire tulajdonképpen, vagy strigulákat, nem emlékszem pontosan, strigulákat húztunk, igen, nemre, nem emlékszem a lényeg, hogy én ilyen hogy ördög volt. voltam, tehát ő nem, az, nem, nem ilyen csábítgatós, hanem hogy, hogy konkrétan, hogy hogy milyen kilátások vannak, milyen vágyai vannak szakmailag, mi az, ami érdekli, milyen kíváncsisága van ö, szakmailag, stb. Tehát, hogy olyan dolgok, hogy, 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 hogy abban lát-e ott lehetőséget, hogy ott menjen tovább, vagy jobban izgatja, hogy itt. Tehát, hogy ezek, ezek voltak, és akkor ő válaszolgatott, és akkor közben is szerintem így ventilláltál, meg és a beszélgetés vége az az lett, hogy tényleg fehéren feketén lehetett látni azt, hogy, hogy érdemes nekem meg, megtenni ezt a lépést, meglépni ezt a lépést mm. Magyarországra. Ugye, te akkor már hát dobantottál itt Magyarországon is nagyot, mert a Bányavirág című darab, amit először nemzetiben vendégszerepeltetek vele, és a, még az Alföldi féle nemzetiben, aki Rögtön a sevestén Abát meg is hívta a rendezőt, Így hogy van. csinálja meg itt is. És tolvántással, Széles Lászlóval a főszere László Zsoltán. László, bocsánat, László. rosszat mondtam. A főszerepben. És akkor azzal még. Pécsi Országos, megboldogult Pécsi Országos Színház itt találkozón is nyertetek, azt hiszem igen. Tán több díjat és igen, 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 igen. de legjobb előadás vagy rendezés is lett, minden. Tehát akkor a kicsit a szakma egy része legalábbis már tudta, hogy ki vagy jelentétben ezt <gül> <gül> és, és, és hát az Alföldi tulajdonképpen ennek alapján is hívott téged szombathelyre, mert ő rendezte ugye az ottani Makrancost. Tehát ennyi már volt a pakliba. És akkor nyilván még az volt valószínűleg az érv, hogy hát itt színészileg talán több a lehetőség, mint Marosvásárhelyen. Miközben akkor szerintem elég jó állapotban volt a Marosvásárhelyi színház. Persze, szerintem most, most is jó állapotban van. Most jöttek ki nemrég, a, innen is gratulálok nekik. A, a várományosok, a, a színikritikusok díjára, most olvastam még a hírt, és nagyon sok jelölés van például Marosvásárhelyről. Úgyhogy, igen, inkább az volt szerintem valahogy a döntő, hogy, hogy nagyon sok is, ismeretlen, jó értelemben ismeretlen találkozás lehetősége volt neki ebben a, abban, hogy, hogy hogy átjön. Tehát, hogy dolgozhat olyan emberekkel, akikkel mondjuk ott nem dolgozhat, és ez szerintem izgatott ha jól emlékszem. Igen, abszolút, mert azóta nyilván változott, mert azóta nyilván, szóval jobban azt látom, hogy... hogy, hogy nyíltak ezek a, ezek a kapuk, vagy nem, uh -huh. nem, is tudom, minek kellett nyílnia, de, de hogy, hogy azóta nagyon sok olyan, például Mohácsi, János. Nagyon sok, Mohácsi János nagyon sokat járt vissza például Marosvásárhelyre, Igen. a Zsótér Sándort hívták Marosvásárhelyre, és még sorolhatnám, akár Benő. A, a, Benő. Fehér Benő, vagy, vagy Sepsi Szentgyörgyre ment Hegymegi. Hegymegi Máté, igen. igen. Szóval, hogy, hogy a fiatal generáció is elkezdett járni, sőt, az ifjú vigyázkia Attila a Kolosváron. Szóval, hogy valamennyire azért nyit, 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 megnyíltak ezek a. Vecsei Miklós ott volt, Hamlet. Így például. van, abszolút így van. Kolosváron szóval, hogy igen. Vettem. Szóval, hogy ezek működnek. Amikor én átjöttem, akkor talán nem volt ekkora nyitás. Szóval, vagy én legalábbis nem tapasztaltam ezt a. Mm. Oda, Na jó, vissza. de tényleg eltett az ottani életed, szülők ott vannak, nem tudom, hogy testvérek vannak. Igen, 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 vannak, van egy testvérem, igen, igen. Tehát, hogy ők nyilván mind ott maradtak, ami persze. azért... Hát az, az persze, az, az, az ilyen szempontból jó ez a biztonság, hogy van hova visszamenni. Szóval én azt, én azt örömmel tapasztalom, hogy amikor visszamegyek, olyan, mintha nem telt volna az, el ez az idő. Szóval tényleg úgy megyek, Haza, hogy otthon érzem magam. Ez nagyon fontos, hogy az a kötelék az nem szakadt, ez szóval nem arról van szó, hogy, hogy úgy jöttem el, hogy semmi nem maradt ott. Igen. És uh a Eszter azért csak csáberő volt? Persze, hát persze, hát az egyértelmű volt, hogy miután már. Mert ugye a, ez a, ez a próbaszakasz, hát most nem tudom, nyilván azóta rég rég, rég volt, nagyon sok idő eltelt, körülbelül másfél hónapot tartott, mi egy hónap után így nagyjából már tudtuk, hogy így ebből egy komoly kapcsolat lesz. Szóval, hogy ott, ott már mindent is megbeszéltünk, szóval, hogy jártunk már, vagy hogy, hogy mondjam ezt, szóval, hogy már így egy szinte kapcsolatban Aha. voltunk már. És akkor, akkor egyértelmű volt, hogy, hogy, hogy mi összetartozunk, és nekünk dolgunk van egymással. Szóval, ez egyébként az előadást mennyire befolyásolta? Mert nyilván közel játszott, tehát ez óhatatlanul. Ugye ez két olyan, hát tulajdonképpen emberről szól, akik végig veszekedik az egész előadást, de aztán végén csak nagyon összejön. Hát nagyon, meg. nem, nem, pont, hogy ez az előadás, ez nagyon máshova futott ki. Tehát ez egy... Ez egy ö, egy szenvedélyes találkozás, amiből egy nagyon súlyos, abúzív helyzet lett a végére. Tehát egy, egy bedarálása a nőnek. Úgyhogy ő nem azt tükrözte, ami az életben volt. De szerencsére ő is, Barna is úgy melózik szerintem, meg én is úgy melózom, hogy, hogy ez egy másik ügy, ami... Tehát, hogy belülről, saját, saját hozott anyagból, saját korpus, saját lélek adj, de, de hogy ez egy másik terep, mint a magánélet. Soha nem volt olyan, hogy, hogy valami, hát voltatok ti a falu is, nem? Hát sok minden volt, sok Ivanov, voltatok ti partnerek. Falu Szálemi boszorkányok. Szálemi boszorkányok. Hú, uh, milyen jó volt. Hát ezért sok, 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 sok mély, meg nehéz, meg emberpróbáló munka volt. Ezek nagyon jók. Ezek nagyon... Jók. Tehát ehhez szerintem az biztos, hogy segít, hogy egy nyelvet beszélünk, meg hogy nekünk van egy extra szövetségünk, az biztos, hogy ebben segít. Ezekben a mélyfúrásokban, vagy hogy vannak, vannak rezdülések, vagy helyzetek, amikor, amikor nem kell nagyon magyarázni, hogy a, tehát, hogy a csatorna köztünk máshogy De azok a az típusúak vagytok, mint, mint tudom én, Bástüli Puskás Tamás, aki hajnali háromkor is felébred, és akkor is képes az előadásról beszélni? Vagy Akár arról, igen, ezek vagy időszakok, el. igen. Hát mostanában nem, nem melózunk együtt, de beszélünk mindenféle másról, ami szakmai is. De tudunk vitatkozni, Abszolút. persze, szóval hogy, hogy abban is tudunk egymásnak segíteni, hogyha egymást látjuk. Nem partnerként, hanem, hanem közönségként elmegyünk és megnézzük egymást. És ö, olyankor általában az van, hogyha sikerül a gyerekektől nyilván elszabadulni egy adott. Ö, időre, akkor még egy annyi plusz benne van még, hogy egy órácskát valahol ö, csellengünk és beszélgetünk. Vagy éppen otthon vagyunk már, és a gyerekek alszanak, kimegyünk-e pohárborral is, még az előadásról vagy a látottakról mindenképpen vitatkozunk egyet, vagy beszélgetünk Két egyet. gyerek, ha már szóba kerültek, ugye? Boldizsár és Mennyi? Hét. Hogy, hogy, hát kettő, de hét. Érzetben. Hát, hát, ja, érzetben hét, mert annyira rossz csonta? Energikusak. <há> ez most diplomatikusabb fogalmazhat? Ne, én tehát fantasztikus. Tehát tényleg fantasztikus. De miért mit csinálnak? Hát élnek, hét hát kiharapják. A, tehát ez, ez egy új ez egy új, új új dimenzió, hogy hát ők, de biztos minden gyerek ilyen, tehát nem az van, hogy a mi gyerekeinket különlegesek, de hogy ez egy új élmény, hogy az embernek mekkora részt harap ki az életből, két. Tehát megérkeztek, berúgták az ajtót, és ők itt vannak, és nekik megvan a személyiségük, és működnek. Meg, meg szerintem az is, nem akarok tényleg ebben nagyon belemenni, mert nem is értek hozzá szóval nem a filozófiai, meg a pszichológiai részét akarom elkapni ennek, hanem, ez csak az én gondolatom, hogy, hogy csecsemőkoruk óta nagyon sokat foglalkoztunk velük. Nagyon fontos volt, hogy úgy testi, mint, mint, mint szellemi táplálékot úgy adjunk nekik, hogy mi adjuk azt. Szóval, hogy, hogy meg, amennyire lehetett, megvontuk a tévét, fontos volt, hogy együtt akár zenét hallgassunk, vagy együtt zenéjünk, vagy meséljünk, játszunk. Ti játszottatok én azzal? Abszolút, abszolút csinálunk ilyeneket is, persze. Együtt zenélünk, együtt dobolunk, hülyeskedünk, beöltözünk, mindenféle van, és gondolom, hogy, hogy emiatt megszokták azt, hogy, hogy a szüleik azok picit, hát félve mondom ezt, de hogy barátok is lettek. Szóval, hogy velünk lehet, tényleg lehet egy csomó mindent, és gondolom, hogy ezt így egyszerűen megszokták, és igényük van arra. Tehát ez, a, amit az Eszter mondott, hogy kiharapnak, az, az, erről is szól egy kicsit, hogy mi most már úgy szeretnénk kettő után egy pici időt, egy magunk, vagy, vagy, én időt ketten legalább, de hát azt nyilván nem lehet, mert, mert folyamatosan ott vannak. Ugye az egyik aztán hat, hét. Öt és fél. Öt és fél, Öt és fél majdnem átálltam, másik meg hogy több, egy. Mint egy jeles. Egy, egy Éppen, Hogy egy, igen. Ö, tehát ez egy nagyon nagy a különbség köztük. Én nem tudom, mihez képest Lehetne hét is, meg lehetne kettő is. Hát nálunk ennyi, ez, ez dobta a gép. Aha. De marha jóban vannak. És hát most látszik, hogy Védés Dac szövetség van köztük, úgyhogy mi bajban lehet? vagyunk. Ők nagyon nagy banda. A kettő, ugye, <laughs> abszolút. mi? mi, mi? Hát, mert ha ők összefognak, akkor mi? Hát, hát akkor mi? Hát akkor az egy komoly erő. <laughs> az egy komoly a kicsi erő. ugye még nem beszél, Sára még nem beszél, viszont ő olyan közös nyelvet találtak ki a Boldizsára, hogy hogy értik egymást. Szavakból, és például kardozik a kicsi. Ugye Boldizsán nagyon szeret kardozni, mindenféle lovagos, meg lovagias, meg mindenféle dolgokat csinál. És ninja, mellé nem mellesleg. is? Szóval, hogy, hogy imádja, és ezt abszolút látta a sára, hogy ő, miben, miben van a boldizsár, és hogy hogy egy kart, kard mozdulásból, vagy mozdulatból ő látja, hogy most az következik, és akkor ő is fölvesz egy kis kardot, vagy a hüvejét a kardnak, ami maradt neki, és ő is beáll a, a csataállásba, és ellenünk jönnek, és akkor kardozni kell, tehát mese nincs. Vagy a másik az a... Az a Hát ordítanak, mert nem, a kicsi, mondom, még nem beszél, és így... A tehát bó, nem... bó meglemegy az ő szintjére, és akkor a, és bó... akkor ő, ő, a tehát ő megy a gyerek, a kicsinek a szintjére. Tehát, tehát ők tényleg ők, ők összekapcsolódtak, ami, ami szerintem a legnagyobb, a legjobb dolog, ami történhetett nekünk. Ezt mi nagyon-nagyon szeretjük, vagy nagyon jó érzéssel töltel. el. Kihullik hogy... a hajunk azért, de, de, de nagyon örülünk neki. És ez neked színészileg, mert ne, ugye színésznek egyrészt meg szokta gondolni, hogy legyen gyerek, ne legyen gyerek, egy gyerek, két gyerek, hány gyerek, stb., hogy neked ez óhatatlan azért kiesés, nem? Persze, Szaknamban. igen. Kiesés valahol. Én, én nagyon úgy gondolkodom az élet, hogy minden ami, ki, minden, ami igen, az valami, amire igent mondunk, akkor valamire nemet, ha nemet mondunk valamire igen. Szóval, ha úgy mondjuk, hogy ez kiesés, akkor ez valahova beesés is. és... és hm. Hát egy brutális muníciót ad nekem nagyon sok mindenhez. Tehát egy te jobb vagy a színpadon? Nem a tudom, hogy azt nem van, tudom, mert hogy ö, azt nem tudom, de hogy tapasztalok, hogy, hogy megint szívhatok valami új szegmensét, ismeretlen szegmensét az életnek az egészen biztos, és engem ez mindig is izgatott. Tehát Ez ez nekem ez ugyanúgy hozzátartozik a mélyfúráshoz. Ez nem jelenti azt, hogyha valakinek nincs gyereke, az ne tudná ugyanúgy eljátszani az anyát, vagy ne, ne így lehetne ilyen típusú színésznő, vagy ne ezt szeretni. de nekem ez jót tett, tehát én ezt nem, nem élem meg így veszteségként. Uh -huh. Az nagyon érdekes, az csak egy személyes dolog, hogy a koncentrációm az más, az, mert ugye abban volt egy, egy kíváncsiság bennem, meg egy kis félelem is, még a, az első gyereknél, hogy, hogy ugye nagyon kicsi volt, akkor meg kellett csinálnunk, szerintem pont talán a Szálemit Fesztiválon külföldön, és hogy akkor azt, azt bevállaltam, pedig még nagyon kicsi volt a bó, és, és hát akkor még az agy, az ember agya, hogy alszik, eszik, hát az egy nagyon pici csecsemű volt, és hogy hogy fogok tudni koncentrálni, és nagyon érdekes volt, hogy... De ő, ment ki veled? Ki? Persze, ott Persze. volt kint az öltözőben, abszolút, tehát ja, hogy úgy, úgy igen, igen, nem hagyta mitől, nem, jött velem az öltözőbe, tehát ő, együtt voltunk, de hogy be kellett lépnem a... Ráadásul a hasamban volt, úgy próbáltam végig a darabot, tehát én tényleg nem is tudom, hat hónapos terheskoromig koromig uh -huh. a darabot, és, és sűrűbb lett. Tehát az történt, hogy azt, vagy én azt érzékeltem magamon, hogy ahogy beléptem a térbe, akkor, akkor, akkor sűr, nagyon sűrű, sűrített lett minden, és akkor kikapcsolt, ami kint volt. Tehát nem azon gondolkodtam, hogy úristen, most felébre teszik, iszik, baj van, nem tudom micsoda, hanem akkor az volt. És azt éreztem, hogy ilyen sűrítés ed eddig nem tapasztaltam, hogy én erre képes vagyok, vagy hogy ez velem megtörténik. Ez egy, ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Hát vannak olyanok, itt is voltak, és meséltek róla, hogy Brecz Gábor operaénekes és feleséges, és az hat gyerekkel ment külföldre. Attya és vitte, vitte, vitte magával. <laughs> nem vagy tudom elképzelni. Bokas Katalin, Kelemen Barnabás, hát ők, ők is. is. Tehát teljesen nem tudom, hány gyerek van ott, de ott se kettő, meg három. És hogy hát ők is simán, simán. Nehez, nem jó tehát időnként. járták a világot, és a, és tök mindenki megszokta, próbálnak a Kis pojás ott van kint az egyik. Meg figyelj, nem tudom, én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy nincs biztosíték. Tehát arra nincs biztosíték, hogyha, hogyha most valamitől elesek, azért mert éppen szülök, vagy azért mert éppen azt gondolom, hogy kikapcsolok ebből a világos, elutazom egy évre, mondjuk most mondtam valamit, igen. tehát ne feltétlenül csak a gyerek dolog legyen, hogy akkor elesen valamitől. Hát milyen biztosíték van arra, amikor elénk kerül egy darab, tök mindegy, hogy ismer darab, vagy nem ismer, de a nulláról kezdjük és minden, minden adó, ami adott a darabhoz, a rendező, a jelmeztervező, a kollégák, a partnerek, az időszak, a helyszín, az, az, az esetleges, az egyszerű. Tehát nem lehet tudni, hogy abban siker lesz, nem lesz siker, működni fog, nem fog működni. Tehát minden, minden bizonytalan, ami szerintem egy nagyon izgi dolog ebben kikészültől az ember, de közben nagyon izgalmas. Tehát az, hogy most én mit hagyok ki, vagy mit nem hagyok ki, kiesek, beesek, ezt nem tudom. Szóval az történik, aminek kell. Vagy az jön, aminek kell. Te ebbe is eleve tulajdonképpen az eleve elrendelésben. Nem eleve elrendelés, hát csak ez hogy az, ha inkább azt történik, mondanám, hogy kell. inkább azt mondanám, én azt mondani, hogy én, 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 én mániákusan abból főzök, ami van. Aha. Tehát nem, ha, ha, ha tudnám, hogy, mi, hogy holnap miből főzök, vagy ha látnám a jövőt, akkor a lottószámok kell lennének nekem, de ezt nem látjuk. Tehát de az, figyelj, ami van. Ha ti számba vették a pró és kontrát, akkor mégis a jövőt próbáltátok látni. A micsodát? A jövőt próbáltátok látni, ha a pró és kontrát számba vettétek. Nem, a jövőről döntöttünk a jelen tükrében. Tehát azzal kapcsolatban, hogy most, most milyen érzéseink vannak, hogy most, mik a vágyak, vagy, vagy, vagy mik a visszahúzó erők, vagy bármi. Tehát a jelenről beszélgettünk mi. Szigorúan. Igen, amikor leültünk, akkor még nem volt arról szó, hogy mikor vállalma a gyereket, vagy lesz-e gyerekünk Na, hát egyáltalán. Íván, vagy hogy maradjunk szombatéről, vagy, hogy legyünk, igen, így van. Erő, szóval vagy akkor mi lesz. Nem, ilyenek nem, tudtuk, nem hogy Egyszer a Jordán Tamás érának vége lesz, szóval ezt nem lehetett tudni. Tehát rá rögtön egy évre derült ki, hogy, hogy tulajdonképpen ott lassan vége lesz ennek. Igen, ami, igen, igen. Hát ugye jó mi... nagy balhé volt, bizony, bizony, azért maradtunk, tehát, hogy igen. A, hogy ott a, ott a önkormányzatnál nem akarták bizonyos igen. hivatalnokok pártemberek, és az egész társulat példaértékűen tulajdonképpen aláírt, és te mellette. És te meg, sőt, még tüntetés is volt, azért az is ritkaság, Én. hogy a ja, igazgató, egy, színház, Abszolút. egy színházigazgató mellett Abszolút. Tő, egy városban tüntetnek, és és hogy te már jöttél volna a katonába, amely hívtak, és pont azért nem jöttél, és végül is Eszter is pont azért nem jött még szabadúszónak, holott már megfordult a fejébe. Hogy nem lehet pont akkor elmenni, mert akkor a, a jordán mellett ki kell állni. Így az, az így van. Lenne, hogy pont akkor? Ezt ma is így csinálnám. Igen, nem kérdés. <laughs> igen, igen. Hát abszolút, ez egy gyönyörű szép periódus volt, és akkor úgy is éltük meg, hogy ezt nem is tudom, tehát valahogy becsületbeli dolog, hogy nem, egyszerűen nem, nem hagyhatom ott ezt a helyet a, leg, a legrosszabb pillanatban. Akkor valóban élt már ez a meghívás, amit a, amit a Máté Gábor ö, ajánlott, mehettem volna, már, már szerződhettem volna katonával, de azt éreztem, és nagyon örülök, hogy a Gá Máté Gábor belement, és hogy neki még benne volt egy éve Hát ha azt mondtad, hogyha egy év múlva is. Igen, a hogyha él a meghívások, hogy szívesen, Egyébként de ezt most nem tehetem de meg. Nem mondtad, hogy miért hív? Nem mond, Én nem emlékszem konkrétan, ő, 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 amikor beszéltünk telefonon, akkor valami ilyesmit mondott, hogy, hogy gondolkodjak el azon, hogy szeretnék-e a katonatársulatához tartozni, és hogy én mondtam, hogy elgondolkodom, és nagyon köszönöm, és nagyon hálás voltam nyilván, és elmondtam a problémámat, hogy, hogy igazából szombathelyen most az a helyzet van, és, én, és ezt nem tudom most így lehet, hogy más azt mondaná, hogy persze is fut, de bocsásson meg, de én ezt nem tudom mondani. És mondtam, hogy hogy az lehet, hogy egy év múlva még él ez a, a meghívás. És akkor mondta, tulajdonképpen akkor nem tudom, hogy mit mondott, de utólag aztán elmondta, hogy, hogy tulajdonképpen neki nagyon jól esett ez, és nagyon nagyra értékelte ezt, hogy én ezt így kitartottam a Tamás mellett, és ezt hogy mindenképpen pozitívumnak élte meg, és azt mondta, hogy hát persze, akkor, akkor legyen így. De úgy tudom, hogy hívtak az őrkénybe is, Hívtak az őrkénybe is, igen. Hát igazából a, a Mácsai Pali meghívása az, 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 talán még koráb, korábban is volt, mint a, mint a mint a Máté Gáboré, <tosz> De ott, ott nem, tehát, hogy olyan értelemben nem volt konkrétum, hogy mikor beszélgettünk, mi több ízbe beszéltünk a palival, és valahogy, valahogy azt éreztem, hogy bizonytalan még, a, még az évad terv, nem pontosan tudja, hogy mibe szeretne, és ezért így, meg ráadásul én is félreértettem valamit, ő meg korábban is szeretett volna, és hogy én nem vettem komolyan ezt a, ezt a küldj valamit magadról című meghívást, vagy felhívást, hogy, ja, hogy, hogy képet. Igen, pécs. volt ilyen, még Pécsett egyébként, és azt én úgy nem, nem, nem vettem Ja, hogy komolyan. amikor Pécsett, a Pécsett téged, láttak. téged, a Igen, és mondták, hogy küldjek magamról és, ja, ja, anyagot, ja. hogy szívesen látnának még Aha. másban, meg stb., és akkor én nem küldtem. Aztán teltek-múltak az évek, és akkor megkeresett a Pali, és hát tulajdonképpen Máté Gábor azt hiszem, hogy gyorsabb volt, mert, mert azt mondta, hogy nagyon rendben van ez az egy év, amit én még kértem, de a Zsámbéki Gábor éppen rendezett Spiró Györgyöt a széljegyet, és abban kerestek egy ingatlanost, és én nagyon jó ingatlanos lenne, lennék a véleménye szerint is, hogyha ezt elvállalnám, azt, hogy Tamással megbeszélni nem kell szerződni, hanem azért legyen egy vendégszerep. És akkor abba a Tamás is nyilván belement, ő szívesen elengedett, én is örömmel csináltam, és akkor tulajdonképpen a fél lábbal a katonába voltam, úgyhogy... Csak ők is látták, hogy beválik a fiú. Hát igen, lehet, igen, 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 lehet, hogy ez is benne volt, és akkor már valahogy egyenes volt az út a katona fele. Igen, azt hiszem, hogy ez így volt. Eszter, neked vendégszerepelni, te is vendégszerepelni. Az ember azt gondolná, hogy Hívhattak volna téged is. Igen, de én nem, én nem tudok mások helyett dönteni, szóval. Hát ugye Alasett a más osztályával jártál, se mai napig ott volt, ott van, Ö, tehát ugye az ember oda, de nem bökte a csörödet, hogy. Ne, hát akkor téged nem, megy Most akkor miért nem? Nem, Olyan szép lenne, hogy egyébként. Ne, hogy szombathelyen nem, helyen ott voltatok együtt. Nem, enged, Ja, hogy a katonába? katonába. Jaj, nem, 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 nem. Ez egyáltalán nem. Szóval én, meg se ezek a státuszok, meg ezek a pár... Én ezekben nem hiszek, vagy nem, nem izgatnak, inkább így mondom. Nem, én tök nagy drukkere voltam, meg talán még azt is éreztük most, hogy belegondolok, hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit jót is tesz, mert nagyon sokat játszottunk párban szombathelyen hogy tök jó, hogyha most egy kicsit, egyrészt neki is legyenek, neki rengeteg új találkozása volt. Tehát egy csomó olyan kollega, akit én ezer éve ismerek, vagy együtt voltunk főiskolán, vagy máshonnan, de ő egyáltalán nem ismerte őket. Tehát ez és neki gondolom, tőle... sokakat te mutattál be neki, nem? Nem feltétlenül. Hát volt olyan, hogy hát ültünk. De azért, azért volt ilyen. Volt, de Abszolút sok mindenkit, ilyen. igen, de volt olyan, hogy a színházba, hogy nem bemutattam, hanem úgy volt olyan, hogy ültünk a színházba, és azt az de jó színésznő, azt hogy hívják. Nem ismertem, mondja ma nem. Nem, mondom, nem, mondom, nem, nem, hát nem, mondunk. Nem, de nem, az, nem bunkóságból nem tudta, hanem tényleg az volt, hogy ahogy én nem ismerem náluk a színészeket, vagy a, mondjuk a romántagozatos színészeket, vagy hát ez Budapest sokkal-sokkal több gyűjtő helye, mint mondjuk Marosás a hely. Tehát én, én, nagyon örültem, hogy akkor elindul ő az, az ő útján, és az ő találkozásainak egyáltalán nem volt ilyen bennem. Sőt, Hát egyébként az elképesztő, hogy itthon még mindig nem ismerik a határon túli magyar, hogy mennyire nem ismerik a határon Igen. túli magyar színészeket. Ugye sokan hittük, hogy, hogy rendszerváltáskor ez tulajdonképpen majd ugyan, félig meddig egy szakma lesz, mm -hmm. és és keverednek emberek, és, és itt sokan játszanak. Majd onnan, és fordítva, és azért ez nem történt. Hát attól függ, én például Pici nagyon. jó. enyhült, ahogy mondtad. Igen, de a, és szerintem de azért... nagyon jó próbálkozások Figyelj, vannak azért. Szóval, igen, hogy de nevek nélkül de... tényleg én látok, látok erre. De én mondok neveket. De egy rakat, ugye te, te mondtad, hogy hát te nagyon meghatottál, a, oda nem mertél volna menni, fiatal korodban Párfi Tiborhoz, meg Bogdán Zsolthoz, mert ők a hú de nagy színészek. Lóinszki rám meg tanított is téged, aki szintén egy ilyen ősből énnek számított. Most azért itt kimész a Pesti utcára, és kulturált emberek nagy részének gőze nem lesz, hogy kik ők. Én erről, erről beszélek. Ezt igen, ezt szerintem ezt nem lehet elkerülni. Szerintem ez, épp tegnap beszélgettem a erről, ürítettünk, én hanem lomtalanítottunk, vagy próbáltunk lomtalanítani, és, és erre előkerültek főként Eszternek régi példányai, színházi példányok. És kérdezte a hogy, hogy ez, 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 ezt hazaviszem? És mondom, Eszternek mindenképpen. De hogy én, én igazság szerint kidobnám. És kérdezte, hogy én kidobom a példányaimat, és mondtam, hogy igen. És akkor hosszan elkezdtünk beszélgetni erről, hogy nekem mit jelent, vagy illetve mit nem jelent már. Szóval én, 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 sajnos, vagy nem sajnos, én már én valahogy azt látom, hogy, hogy nincs ez a régi szellem, nincsenek ezek a, ezek a gyűjtőkönyvek, folyóiratok, amik színészeket, színész sorsokat, életeket gyűjtöttek, írtak, fontosnak találták előadásokról beszélni, filmszínház, muzsika, sorolhatnám ezeket a, ezeket a nagy, Új nagy igen, volt, ö... Amik így tehát nem szakmai lapok voltak, de nem is bulvár. De igen, de, de hogy tehát meg, meg főleg, 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 arra, arra is szolgált, hogy, hogy archiválta ezeket, a, akár egy-egy beszélgetést, vagy akár egy-egy előadást, vagy az előadásról beszámoló, stb. kritikákat, és ezek már nincsenek. És azt gondolom, hogy, hogy, a szakmánk ilyen értelemben valahogy kezd kikopni. Nincsenek már, lehet, hogy, a, hogy ezt, a, ezt az elérhetetlen ő, ő, színészi létezést, azt felváltotta a, a celeb vagy az influencerek ö, váltották fel tulajdonképpen. Az emberek inkább figyelnek egy-egy influencerre, mint egy-egy Bogdán Zsoltra, vagy Párfira, aki nekem, vagy akár a Lohinszkira, Isten nyugtassa, akik nekem nagy, nagy, nagy mesterek voltak, vagy, nem, nem feltétlenül mester, mert ettől a szótól is a mester, hanem, hanem hogy olyan jó érzés volt ö, látni őket. Azt gondoltam, hogy, hogy tőlük igazából lehet tanulni, és mindig, valahogy ha akartam lenni valamilyen színész, akkor ezt a, a pontosságot, precizitást, odaadást, ezt szerettem volna elta, a, eltanulni tőle. Állítólag, te, nem állítólag, meg te nyilatkoztad, Szóval, hogy életedben először voltál színházban, és akkor kapásban a Lír királyt, a Lohinszkival. Igen, ez egy és... ilyen családi legenda, igen, igen. Köszön. Első sorban néztem végig a Lír királyt, igen. De hogy még onnan is kiszaladtál. Igen, igen. Mert, mert hogy úgy értem, értem a hogy, színpad, hogy hát a színpad elé konkrétan. Igen, igen, igen. Tehát ott szaladtál a nem tudom hányadik sorból, Így hogy van. egészen közel. És lát. belekapaszkodtam a színpadba, és úgy néztem, igen, a Lohinszkit, Igen, igen. Hány éves voltál tudom, négy-öt. Ne kb. és négy-öt éve bepakoltak igen, igen. a lérkirályra. Hát szülejt. ott ugye nagy, nagy szó volt, hogyha, hogyha el, el tudtak jutni, nem volt kire hagyni engem. Én nagyon csendes gyerek voltam, és szófogadó, és megbízható ilyen szempontból, úgyhogy nem, tehát tudták azt, hogy nem fogom zavarni az előadást. Hát biztos zavartam, mert előre mentem, de csendben voltam, és tátott szájjal néztem, szóval, hogy ilyen értemben nem. Mire nem emlékszel belőle? Semmire. Nem, arra emlékszem. Hát ilyen színekre emlékszem különböző díszletre, de más, más a semmire nem. Aha. Meg hogy jó volt. Igen, meg hogy val valami élményem van, hogy jó, jó, jó érzés volt, igen. Igen, igen, igen. De konkrétan nem, így nem, nem maradt meg semmi. De lehet, hogy innen jön az egész? Persze, az simán lehet. Aha. Lehet, hogy valami, valami elvarázsolt, és aztán évekig ugye mindig, mindig is csodálattal jártam színházba, és akkor amikor diáksiátszó voltam, akkor, illetve diáksiátszós koromban újra fellángolt ez a szerelem, hogy színház. És akkor nagyon sokat jártam vissza a, a színművészeti Egyetem ö, színpadára. Ott úgy kell elképzelni, mint a valamikori Ódrit, ahol a negyedévesek vizsgálódásait lehetett megnézni, megtekinteni, és az, itt tulajdonképpen egy ilyen repertoár színházként működött, jegyeket adtak el, stb. És akkor nem tudom pontos hogy hetente most mennyi előadás volt akkor éppen, de, de, de én szinte mindegyiket láttam. Tehát, hogy így emlékszem ilyen nevekre, hogy Fazekas Juli, ők az a generáció, akit én, én, én akit végignéztem, és így végigkísértem a pályafutásaikat. Akik ugye aztán átjöttek Magyarországra. És... De ők voltak, akik a Bozgorogot csináltak, nem az Kényész Színházban. amiben azért egy elképesztő, ugye maga a kifejezés, mit is jelent pontosan ez a Bozgorog? Hát, hát ilyen, azt mondják, hogy hazátlan. Kitart, igen. Hazátlan, igen. igen. Tehát, hogy, hogy benne volt egy elkeseredésük is, hogy hát ők kitaszítottak, igen. maradtak. Mm -hmm. Neked nem volt ilyen érzésed soha? Hogy kitaszított vagyok? Igen, igen. Hát volt, de nem, nem, a, nem az identitásom miatt. Szóval, hogy nem feltétlenül de azért, nem. hogy én... Ez, ez a személyiség kérdése szerintem, vagy, vagy nem tudom, én, én így fogalmaztam meg magamnak. Mert hogy miért? Milyen a személyiséged? néha rejtőzködő vagyok, vagy néha így elegem van az emberekből egy kicsit, és az az érzésem, hogy nagyon fura, hogy színészként ezt mondom te, de néha az az érzésem, hogy így, hogy így elvégzem a munkámat, és örülök, ha szeretik, de hogy csendre van szükségem, és néha így visszavonulok. Nem vagy... a Néha maradok, el... de, de legtöbbször azért, de inkább azért maradok, hogy ne tűnjek antiszociálisnak, de, de olyan, olyan szeretek nagyon lassan levetkőzni, mondjuk egy-egy előadás után szoktak is nézni, hogy ez miért a, 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 mosatlant, vagy a, hogy hívják, nem a mosatlant, hanem a szennyest, azt Miért nem dobom le? Tehát én miért vakasztom vissza a válfára? Vagy miért, 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 miért teszem úgy vissza, mintha holnap is fölvenném? És mindenki azt hiszi, hogy ilyen nagyon tüktig vagyok, pedig azzal időt húzok. Egyébként sem szeretem ledobálni, mert valahogy a munkaeszközöm az a jelmez, szóval hogy nem nem, nem szeretek ledobálni ruhákat, de, de hogy azzal elpepecselek egy kicsit, és szükségem van néha ezekre a... Úgyhogy ha, ha, valamilyen ilyen ha, hasonló érzésem van, akkor szerintem az attól van. És nem azért, mert, mert, mert bár, 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 soha nem mondtak ilyet nekem sértőleg, hogy, hogy román vagy bozgor vagy hasonló, ebben a környezetben nem. De tudok olyanokról, akik, akik marosvásárhelyi barátaink, és ők megkapták a magukét, persze. Szóval, hogy biztos, hogy függ a, függ a, függ a, a, körülménytől is, meg a, egyáltalán az emberektől, vagy a, vagy a csapattól. A, meg hát ez az, a... az, az igazság, és ettől lehet egy ilyen rossz légkör akár, hogy, hogy azért sokan kerültek be úgy a politikába, hogy határon túli magyarok, és nem feltétlenül remek dolgokat csinálnak, és ez... Hát persze, ez is, ez is, persze, hát nyilván, hogyha ez, ez, ez ilyen precedens teremtő, most nevek nélkül, de tudjuk, kiről beszélünk, ugye? Hát igen, ez rossz, ez nekem is rossz. Ismerek én is ilyen arcokat, olvastam verseiket, láttam őket néha kocsmába, oda jutottak, ahova jutottak, meg van a véleményem róluk, de hát az biztos, hogy nem vagyok, szóval, hogy nem lehet velük egy kalap alá emlegetni minden erdélyt, szóval, hogy Nyilván. vannak diurnuszaink, Csak vannak kafjaink, van. és vannak más alakjaink is, és ezek mind erdélyek. Eszter egyébként nyíltabban szokott politikáról beszélni, ha úgy adódik. Igen, ezt most már nagyon sokan, tehát én, én, én például nem vagyok egy ilyen, Facebook vélemény nyilvánító, hanem én mondjuk interjúba beszélek, ha megkérdeznek arról, hogy mit gondolok. Na, akkor én most megkérdezlek. Hogy miről? Mondasz? Hát a mostani politikai helyzetről, ország helyzetéről, stb. Egyszer jó lesz. <síns> <síns> de diplomatikus. Nem, ez, ez, ez azt hiszem, hogy sűrű. Hát ez így nem lehet összefoglalni. Tehát ez így most így nagyon sűrű. Most nagyon nehéz a helyzet. Ha, ha mondjuk azt a felét fogjuk meg, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy hogy, hogy valaki határon túlról jön, az teljesen mindegy. Szóval én, én tőlem nagyon távol állnak ezek a plecsnik. Mi az, amit letesz az asztalra? Mi az a minőség, amit letesz az asztalra? Függetlenül attól, hogy mi a szakmája. És hogyha nem ért hozzá, hogyha, hogyha agresszív, hogy ez, akkor kuka, akkor, akkor tőlem távol áll. De ez független attól, hogy honnan jön. Jó, de te kiállsz bizonyos dolgok mellett, tehát amikor mi, odaállsz a Pride rabisöt vezetni, mi? Mi, akkor az egy nyílt kiállás. Igen, ez, ez, ez a baj, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a ezt a szót kell használni, hogy kiállás. És ö, azt hiszem, talán egyszer mondtam is azt is, és itt tudom megfogalmazni tényleg most is, hogy annyira jó lenne, hogyha ez nem kiállás, nem ez természetes lenne. Miért ne? Miért ne? És például most csak mit egy... kimentettek például a színművészeti igen. melletti tüntetés. Igen, de nem lekor. azért, mert én szeretek tüntegetni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ott baj van, és azt gondolom, hogyha valamivel ebb, ezzel tudok segíteni, hogy, hogy normalizálódjon ez a helyzet, vagy hogy változzon meg, akkor persze, és hogy akkor ne. reméltem, hogy igen. És ha nem, akkor is. Tehát, hogy pláne, hogyha nálam nehezebb helyzetben élő embereknek tudok segíteni, ezt nagyon sokszor nem feden látványosan csinálom, mert szerintem nem, nem a homlokomra kell kiírni, hogy izé. De ha az a pici reputáció, ami nekem van, mert én ugye nem vagyok egy ilyen, hogy milyen látványpékség, tehát nem instázom, meg nem tudom, ezeket nem csinálom, de hogyha az tud segíteni valami ügyben, hogy jobb legyen, akkor hajrá engem nem izgat az, hogy, hogy most bármiféle retorzió él, vagy mást gondolnak róla, vagy nem fognak szeretni, hát zákson. Tehát nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mi az az ügy, ami. De azt azért mondtad, hogy téged is tulajdonképpen besorolnak. Persze, hogy Te Persze az az a. Az a, az a... Igen. színésznő, aki a Szent Johanna miatt még kopaszra is vágatta a haját. Igen. Biztosan leszbikus, igen. hinti a liberális. De, ennél, már sokkal, ennél már sokkal durvább. De te nem hiatt, esetleg biztos helyekre nem hívnak, mert ilyen óvatosság. Lehet, hogy ez van, de ez Igen, jó. csak tudod, én erről azt gondolom, hogy ez nem engem minősít, hanem a, a, a világot, amiben, vagy ezt a társadalmat, vagy ezt a rendszert, amiben vagyunk hogy attól, hogy valaki kopasz, akkor egy ilyen feltételezés elindul, és hogy akkor, fe, akkor mondjuk nem kap ezek miatt munkát. De hát ez, ez már legkevesebb, meg nem minden is. Én meg... hogy kopasz legyen a Szent Jóanna. De ez a Fruzsinak, meg a Robinak volt a, a gondolata. Várjál, Fruzsi. A Nagy Fruzsina, bocsánat, a jelmeztervező. Ja, Nagy Fruzsina, csodálatos csaj. De engem megkérdeztek. Tehát nem az volt, hogy, hogy bár, ha persze, megkérdeztek, abszolút. És miért kellett, hogy? Hát azért, mert hogy teljesen, tehát hogy ott az egy, egy, egy fiús, tehát ő beáll, át, át, átmegy, tehát ő, ő, azonosul azokkal a katonákkal. Aha. És ugye az is volt, volt benne ez a trükk, hogy, hogy hosszú hajam volt, ugyanolyan hosszú parókát csináltak, és utána, ahogy klasszikusan szokott lenni az összes Johannában, utána levágatja a haját, ahogy írva vagyon, fiús rövid hajra, és akkor itt megállt a dolog, és mindig akkor van egy fiús rövid paróka a színésznőn, és kész. És akkor amikor viszont a szintet is a történet, és egyre keserűbb, és egyre kilátástalanabb, és nehezebb, akkor, akkor, már, akkor már hogy milyen fizikálisan, tehát a korpuszán is lehet látni, hogy, hogy azon, is, azon is nagyot változtat mindenféle. De én ezt nagyon imádtam. Szóval én halálboldog voltam. Hát te gondolom, az egész nemzetit imádtad, aminek... Nem, nem de nem, egy csomó kudarc volt meg, szóval ez se fehér, és... Szóval nem, sem, volt sem, a sem kudarc? Nem. nem kudarc, hanem hát küzdés volt, meg, meg, ott is egy csomó olyan... Szóval nem az volt, hogy ez egy ilyen egyenes vonal, egyenletes mozgással csak siker volt. Ott, ott szerintem az, ami a legizgalmasabb volt, vagy a leg, legfontosabb, hogy, hogy nagyon sokféle korosztály, valahogy így egy csapat, és sokféle ízlésű, és akár világnézetű ember is egy csapatban volt, és tudtunk dolgozni, és azok a kis csapatok is tudtak dolgozni, amik aktuálisan összeálltak egy-egy projektre, és, és, és valahogy termékenyek voltunk, mert izgattuk egymást, mert, mert egyszerűen nem, nem tudom, jó találkozások voltak. Tehát úgy ez, ez egy nagyon nagyon áldott alkotói helyzet. Ezek a találkozások. Inkább ezt mondanám. Tehát Aha. nem ilyen, nem nem izgatás, vagy kis, vagy nagyobb, vagy nagyobb taps, vagy kisebb taps, nem ez, hanem hogy ott, ott valahogy így nagyon együtt voltunk. És, és lehetett ez, melózni is, meg meg utállítani. És ez milyen volt, hogy hát ez így kettévágódott. Nehézen beszélek erről, mert, szóval én, az van, hogy nem kettévágódott, hanem az van, hogy azt nem lehet tőlem elvenni, ami volt. Uh -huh és megyünk tovább, és nem lehet elvenni tőlem azokat a kapcsolatokat, nem lehet elvenni tőlem azokat a tekinteteket, akkor tovább megyek. Jó, de nem lesz az, hogy jó, de milyen jó volt, és olyan mással többé nem lesz. Nem, mert nem tudom, hogy mi lesz. Hát honnan tudnám? Nem tudom. Na de most ezt néztem ilyen port.hu-n, hogy... Te most játszol az Őrült Nők Nem, most nem játszom semmit. Abban sem, pedig ott még ott. Ja, most még babázás de Igen, nem, én most semmi semmit. Akarsz? Nem tudom még, hogy hogy lesz a jövő, ezt most még nem tudom, de most ott van is kettő vagy három szereposztás arra, mert az nekem egy beugrásom volt. Aha. Tehát én azt nem próbáltam, azt én egy mentés volt, egy így, de most én azt nem csinálom. Most még Tehát akkor te most nem is nem, 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 nem. Barna viszont annál inkább. Igen, igen, hát, hát ez, 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 is egy, hogy mondjam, egy, egy hosszas beszélgetésnek a, a végeredménye, hogy, 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 ezt a hiányzó kis anyagi mínuszt azt meg kellett oldani. És akkor az azt jelentette, hogy nekem bizony el kellett menni máshol, máshova is egy picit pénzt keresni. És hát, hogy például elmentem Átrium, nagyon helyesek voltak a srácok, hívtak. Kovács Adél nagyon helyes volt, hívott. Szóval, hogy azt is éreztem, ami, ami nagyon fontos szerintem, hogy ebben a mi kis maréknyi szakmánkban van egyfajta figyelés is, összefogás is. Szóval, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy ez nem csak arról szólt, hogy művészileg Kíváncsiak voltak rám, hanem pontosan tudták, hogy az én feleségem szülni fog, és anyagilag is egy kicsit, amennyire lehetett. Szóval, hogy az arról is szól egy kicsit. Hát figyelj, ezért félelemmel megeszi a lelket, ugye az Átriumban, azt azért hát az Alfredi De az régi, az, 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 van, igen, igen, az igen, az régi. Én most, a most konkrétan a, 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 a Holdköltök Társaságára gondolok, vagy a Pelikánra, amit a most leg, legutóbb csináltam egyiket átriunk, a másikat ugye a, a radnótén. Szóval, hogy ilyenekről beszélek. És ö, egyébként meg, meg persze az eltöltött évek, az itt eltöltött évek és szakmai találkozások és kapcsolatok és ö, sikerek és kudarcok elindítottak egy másfajta, másfajta életet és, ö, és találkozások ö, láncolatát. Szóval, hogy egyik hozza a másikat... Például hogy... Hernádi Judittal ugye a igen. félelem bérébe. Igen. Az hova megy most? Hát most, hogy az most, most, az, a... az őrkény, őrkény színház. azt az színház. Igen, igen, meghívta az őrkény, aminek nagyon örültünk, és nagyon nagyon nagyon, nagyon méltó helyre kerül, és főleg az, hogy, hogy, tovább tudjuk játszani. Tehát, hogyha belegondolok, hogy ez egy 2018-ban volt a bemutató, vagy 17-ben, nem emlékszem pontosan, Hát, hogy már megy egy jó pár éve, és még mindig, még mindig van rá néző, és, és szeretettel, kíváncsian nézik, úgyhogy ez, ez óriási. Igen, dolog. és hogy hát ez nagy szerencsé, hogy hát az átrium vezetősége, bár nem folytatja ott a munkát, azért az előadások zöme ide-oda átkerül. Igen, igen. Minden előadásnak találtak helyet, úgyhogy a repertoár nagy része nyilván pár előadástól megválnak, de de a, de a repertoárjuk nagy része az, az tovább megy uh -huh. különböző helyekre, igen. És a Radnóti, a Pelikán, ami ugye arról szól, hogy egy családon belül úgy kikészítik az emberek egymást, hogy totálisan lenyúzzák képletes értelemben egymásról a bőrt. Igen, az egy nagyon szép találkozás volt, ugye a Sodró Lizival már ismertük egymást, volt szerencsénk egymásra, az játszottunk jókat együtt szombathelyen, de a társulat többi részét nem, nem ismertem, és az ördög tomics se, Úgyhogy nekem egy... Ő rendezte. Ő rendezte, igen, azt nem mondtam. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon jó találkozás volt, és egy igazán családias légkör oda bekerülni és ott próbálni, úgyhogy ezzel, erre is szeretettel gondolok vissza. Katonában mi lesz? Katonában jövőre, hát még egyelőre csak munkacímek vannak, de dolgozom a, a Tarnoci Jakabnál és Jakabbal, és az a Sertamással. Úgyhogy nekem, nekem az a két mutatom lesz jövőre a katonában. Eszter? Akkor én még, te én még, nem, én még nem, nem, nem tudom a jövőt. Még... Én még nem tudom a jövőt, én ezt elég lazán csinálom most, de azért okosnak is kell lenni, mert, mert manővereznünk kell a kettővel. Meglátom, még, még nagyon, nagyon sok... Mármint, mint így, hogy, mármint úgy, hogy logisztikázni, logisztikázni te kell. akkor... Igen, 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 Meglátjuk, de vannak nyitott kapuk, meglát, nem tudom eldönteni. most, hogy mondjam, nem hajtom magamat ostorral, és úgy, úgy hagyom, hogy folyjon az élet, aztán majd... nem tudom még. Tehát tényleg ez a, ez a válasz, hogy... Látnom kell azt is, hogy a, hogy a két gyerekkel hogy tudjuk működtetni az életet. Szóval azért nekünk ketten, mindketten este lelépünk ahhoz, még kicsi a kicsi, hogy azt, hogy masszívan csinálja az ember. Szóval ezt nagyon át kell gondolni, meg hogy ők mit bírnak. És film, ami mégiscsak alkalmi melótát. Adja nincs. Isten, hogy legyen. Annyira boldogan forgatnék, meg te is, meg száll, De igen, Mindkettőtöknek volt az már? Hát volt, de én azért komolyan nem forgattam már hosszú ideje. Szóval egy kicsit kicsiket, kisebbeket, de én komolyat nem. Tehát én nagyon boldogan, és független kisfilmek, bármi. Szóval hogy volt egy-kettő, igen, de... Te Én is várom, persze. Most, most a Herendi Gáborral dolgoztam legutóbb. Ő egy családi, családi végjátékot, komédiát, romantikus komédiát rendezett a Futni mentem címmel ott is egy nagyon jó csapatban volt. Szerencsém dolgozni az hamarosan kijön pontosan nem tudom a, 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 a Premier dátumát de úgy, 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 úgy emlékszem hogy novemberben valamikor érkezik a film. De én is úgy vagyok mint ahogy az Eszter hogy így nagyon nagyon szeretnék Ö, olyan, olyan csapatban dolgozni, ami, ami úgy, úgy, megint az életről, meg a, meg a, világunkról szól, amit csinálunk. ez jó, jó lenne. Hát legyen úgy. Amen. Az jó, hogy úgy látom, hogy ti úgy nagyon együtt vagytok. Igen, dolgozunk rajta, persze. <laughs> hát kívánom, hogy abszolút maradjon. Köszönjük szépen. köszönjük szépen. Köszönjük a beszélgetést. És köszönöm, hogy jöttetek természetesen. Mi köszönjük. Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna voltak a Bóta Café vendégei. Viszontlátásra.